Ugye a legnagyobb lélekszámú településről van szó itt az agglomerációban, ugye a Tárnokkal, Diósdal szinte már össze is nőtt, és azok a konfliktusok, amelyek itt megjelentek, azok hangsúlyosan a térségre jellemzőek, szemben az agglomeráció olyan más agglomerációs olyan településekkel, ahol még ilyen fajsúlyosan ezek nem jelentkeznek. Egy óriási munkát kell végeznie polgármester úrnak, és egy óriási feladatra vállalkozott Anett. Az egészségügyi rendszer, az oktatási rendszer, a bölcsödék, az iskolák helyzete és a közlekedés. Erre választási programja alapján egy adekvát és pontos választ tud nyújtani. Anett? Ja, nagyon fontos azzal szembesülni, amivel egyébként társadalomtudósok meg közlekedésmérnökök hosszú ideje próbálnak bennünket szembesíteni, hogy Budapesten, illetve térségében egészen a Velencei tóig bezárólag a következő 20-30 évben beköltözik a lakosság, a magyar lakosság 50%-a. Ez egy folyamat, vagy kezdünk vele valamit időben, vagy nem. Az én válaszaim nem csak erre a választási kampányra szólnak természetesen, és alapvetően abból indultak ki, amiből főpolgármester úr, Jószai Teodóra, illetve Orosz Anna programjai is, hogy a fővárosnak és az agglomerációs térségnek közösen kell keresnie a megoldásokat ezekre a kihívásokra. Ugye nem az történik, és egyébként nekem gyakorta eszembe jut, amióta Érden élek, és elég sokat dolgozom Budapesten, a Herkules című rajzfilm, ahol amikor megérkeznek Tébába, akkor kap egy jó tanácsot a Herkules, hogy ez itt egy igazi nagyváros, fiam, csak semmi szemkontaktus, itt nagyon könnyen bajba kerülhetsz, de én azt szeretném, hogyha nem érezném magam a Tébában, amikor áthaladok a Budapest tábla mellett, akár autóval, akár vonattal, vagy bármilyen tömegközlekedési lehetőséggel. De nagyon fontos az, hogy a bármilyen tömegközlekedési lehetőség az jelen pillanatban gyakorlatilag nincsen, vagy annyira szerényes, hogy nagyon kevesen tudják ezt választani, illetve akik választják, azok is nagy kényelmetlenségek árán tudnak így bejutni a fővárosba. Pedig egyébként itt hevernek a körülöttünk lévő lehetőségek. A ráhordó járatok megteremtése lenne az egyik legfontosabb, főleg akkor, amikor azt látjuk, hogy Érd megyejogú városa egy 2030-ig tartó környezetvédelmi projekt keretében rendkívül nagy EU-s forrásokra pályázott, klímasemlegességet céloz meg tehát ez a város 2030-ig, amiben például benne foglaltatik azt, hogy tudnánk elektromos buszjáratokat, körjáratokat beindítani, olyanokat, amelyeknek az lenne elsődlegesen a funkciójuk ebben az egyébként szabadidős tevékenységekkel sem túl jól ellátott városban, hogy ráhordják a tömegközlekedési eszközökre, elsősorban a kötött pályásokra az embereket. Ez lenne nagyjából minden vágyunk, és nem pedig az, hogy kiálljunk a volánbusz megállóba, és akkor azzal az igen ritka és szerényes buszjárat lehetőséggel eljussunk valahogy a vonatállomásokig. Ugyanezt találjuk Tárnokon, sokat beszélgetve a diósdiakkal, a Nagytétény Diósd állomáson a személyszállítás visszaállítására nagyon sokan várnak, ugyanúgy, ahogy a ráhordó járatokra, és annak ellenére, hogy egyre több olyan fiatal nő fel, akiknek a szüleik mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt ide költöztek, nekik például lenne igényük egyetemistaként arra, hogy egy atipikus időpontban hazaérjenek. És nem szeretnék azt, hogy fel kelljen hívni apát vagy anyát még 20-22 évesen, hogy gyere már, értem, légy szíves, mert Kelenföldig ugyan eljutottam, de itt elakadtam. Ez ugye nem egy életforma, ettől most már nem túlzás azt állítani, hogy nagyjából 80-100 000 ember csak ebben a térségben nap mint nap szenved, és egyébként hozzáfűzök még egy ilyen nagyon közeli és személyes példát. Itt a csapatban, amikor szerveztük ezt a találkozót, akkor elindult egy beszélgetés arról, hogy vajon itt a vendégeknek, illetve azoknak, akik kíváncsiak lehetnek ránk, szervezzünk-e pluszban parkolóhelyeket. És azt mondtam, hogy nézzük meg az időpontot. Szerintem az, hogy ez a város itt P+R parkolónak használja a városközpont, az pont erre az időpontra megszűnik, és szerintem ilyen nagyon elegánsan meg fogunk tudni mindnyájan állni, akik autóval érkezünk. Ez is történt, de azért alapvetően azt meg kell hagyni, hogy P+R parkolók hiány vagyunk, olyan megoldások hiány vagyunk, amelyek az autós közlekedést érdemben tudnák egyébként helyettesíteni. Amikor
ültem befelé a vonaton, akkor arra lettem figyelmes, hogy mellettünk a hatos úton húz el egy kormányzati jármű, nem használta a megkülönböztető jelzést, de jóval gyorsabban ment a többieknél, ugye ott 70-es tábla van. Az volt a tippem, hogy ő mehet olyan 90-nel, maximum 100-zal, hát úgy húztunk el mellette, mintha állna. Vagyis az van, hogy a vonattal nincsen semmi gond, én gyorsan bekapcsoltam egy navigációt, több mint 120-szal mentünk. Úgyhogy nem azzal van a gond, hogy a megteremtett lehetőségek nem jók, hanem a lehetőségek nem teremtődnek meg arra, hogy ezeket jól használjuk, és ki tudjuk használni. Azt szoktam mondani, hogy az nem ráhordó járat, hogy a Vörösmarty gimnázium mellett ott gyorsan kiugrom az autóból, mert valaki elhozott a családból autóval a vonatra, vagy és aztán még szaladhatok, hogyha Érdalsóról mennék, akkor még 300 métert, mert egy kicsit el vagyok késve, hát ha leizzadva érek be a munkahelyemre, hanem ezeket úgy kellene megoldani, hogy igenis azt érezzük, hogy egy elővárosban élünk, és nem az, hogy egy óriási fejlődési szakadék tátunk a főváros, illetve a mi térségünk között, hogy jelölt társaim hogy kerülnek a képbe, azt majd ők elsősorban elmesélik, de az a helyzet, hogy én nézek Orosz Annára, aki egy olyan kerületnek a jelöltje, meg nézek László Imrére, aki egy olyan kerületnek a polgármestere, amire mi egy az egybe ráborulunk a mi kihívásainkkal. És gyakorlatilag ők kénytelenek importálni a mi problémáinkat az ő kerületükbe, úgy, hogy egyébként, ha egyénileg próbálunk ezekre a kihívásokra megoldást találni, akkor feltehetően nem lehet egy win-win játékot játszani. Én azt szeretném, hogyha nem zéró összegű játékokban gondolkodnánk, hanem abban, hogy együtt teszünk egy lépést előre. Erre teszünk most együtt egy kísérletet. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Remélem, hogy tényleg így lesz. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért érdekes az én jelenlétem itt a rendszerváltás küszöbén, vagy kormányváltás és rendszerváltás küszöbén, hiszen a félig civil szem, az új lendület, az szerintem adhat annyi pluszt a politikának, hogy egy kicsit elkezdjünk újra hinni abban, hogy lehet. Lehet messziről, lehet másképpen, lehet egy kicsit nőies szemlélettel hozzáállni a dolgokhoz, hiszen szükség van arra, hogy a politika is változzon. Én nagyon hiszek ebben, és az, hogy itt lehetek, az azt gondolom, hogy visszaigazol. Amikor 20 éve élek a Cseppel-szigeten, 20 éve élem minden napokban meg a problémákat, szembesülök a fejlesztések hiányával. Az elmúlt egy évben ezt már politikusként teszem, és nagyon érdekes a kontraszt, hiszen most már nem civilként látok csak rá egy problémára, hanem felülről is érzékelem, és egy nagyon erős politikai tehetetlenséget érzékelek. Nincs koncepció. Amikor azt látom, hogy a fejlesztések egymásnak ellentmondóan kerülnek kibontásra, kialakításra, már az elképzelések szintjén is, településes szinten nem látom az együttműködést. Önkormányzatok között nem látom az együttműködést. Fogok egy pár szót szólni a Pest 8-as fejlesztési lehetőségekről. A legnagyobb rákfenéje a több tízéves fejlesztési projekteknek vagy beruházásoknak, hogy útközben annyi elépítés történt, a bizonyos településeken, hogy egész egyszerűen már szinte utolsó órában vagyunk, hogy bizonyos fejlesztéseket elindítsunk. Az én jelenlétem egyébként erről is szól. Amikor a választási programomat összeállítottam, akkor nekem azt mondták a politikusok, hogy 3 olyan programpontot emeljek ki, amit aztán a választópolgároknak mondok, és akkor talán valahogy az utolsó hétre átmegy, hogy mit is szeretnék, és azt hozzám tudják kötni. Néztük, hogy mit lehet a szakembergárdám, hogy mit lehet kiemelni, és azt mondtam, hogy én nem csinálok ilyet. Nincs 3 olyan pont, amit ki tudok emelni, mert abban a pillanatban 20 van. Ezek nagyon azonos szinten lévő problémák. Tovább megyek. Ha az egyik problémát elkezdem megoldani, húznom kell föl mellette 3 másikat. Egészségügyi, közlekedésfejlesztési és oktatáspolitikai szinten szinte egyszerre kell az infrastruktúrát megpróbálunk fejleszteni ahhoz, hogy valami minimális eredményt, levegővételhez tudjon jutni a lakosság, valami minimális eredményt el tudjunk érni. Ki is mondhatom, tűzoltás jelleggel tudunk problémákat csillapítani.
elsődleges feladatomnak a negatív tendenciák megállítását látom. És az elsődleges negatív tendencia, az ugye a túlzsúfoltság a kiköltözők óriási számából fakadó túlnépesedés. Mondok egy adatot. 20 éve a Csepel-szigetítés, mert a Pest 8-as választókerületet csak, hogy mindenki tudja, 7 település található a Csepel-szigeten. Majosháza, Dunavarsány a Kis-Dunának a másik oldalán, míg Százhalombatta a Nagy-Duna másik oldalán. Tehát egy mesterségesen létrehozott választókerületről van szó, szóval földrajzilag nagyon tagoltak vagyunk. És a Csepel-sziget térségében található 7 településem az elmúlt 20 évben 40%-kal nőtt a népesség. 66 ezeren éltünk, most 99 ezer fővel számolunk, és szigeten élünk. A sziget szűk keresztmetszetet biztosít a közlekedés szétterítésére. A dugók óriásiak, mondok egy példát. A Sziget-Szent Miklós központjából az M0-ásig való eljutás forgalommentes időszakban 5 perc. Tippeltek, hogy mennyi lehet ez csúcsidőbe? Hát 35 percnél indulunk, és van, aki, ha nagyon rossz időben indulsz el, 50 percig állsz. Már nem éri meg. Tehát vannak idősávok, amikor már nem ülsz autóba. Mi azt érzékeljük egyébként, hogy sajnos, és most mondom ki a lényeget, minden egyes évszak növeli a percnek a növekedését. Tehát nő az autó állomány száma. Ez még mindig azt mutatja, hogy nő a kiköltözés. Mondok egy másik példát. 20 évvel ezelőtt 18 ezer személyautóval számoltunk. Most 44 ezerrel számolunk, úgyhogy nincsen benne a teherforgalom, és nincs benne a céges autó. Úgyhogy agglomerációban élünk, tehát a területi képviseleti munka, ez nálunk nagyon fölkapott, és mivel M0-ás kapcsán gyorsan tudnak az országban közlekedni, rengeteg van. Ez azt mutatja, hogy egy háztartásban nem 2, hanem már sokszor 3 autóval kell számolni. Úgy, még egyszer mondom, szigeten élünk, nem tudjuk a forgalmat levezetni. A közúti forgalom, vagy a közúti rendszernek a fejlesztése, én azt gondolom, hogy nem is fokozható egy ponton túl, és egész egyszerűen át kell állnunk, és én itt látom az én kapcsolódásomat egyébként ehhez a Egységben Magyarország szívért programhoz. Én nem tudok a negatív folyamatok megállítása után, nem tudok fejlesztéseket ígérni Pest 8-ban, ha nincs egy nagyon-nagyon szoros agglomerációs együttműködés. Ha nem alakul ki egy olyan koordinatív szervezet közöttünk a főváros, vagy a kerületek és a szomszédos választókerületek között, ami az érdekeinket, a közös érdekeinket elkezdi, a terheinket elkezdi elosztani. És az érdekeinket mentén elkezdünk megszerveződni. Aki mást mond, hogy van lehetőség erre összefogás nélkül, az nem mond igazat. Nem működnek pontszerű fejlesztések. A fejlesztések csak rendszer szinten működhetnek. És még egy nagyon fontos dolog, ami miatt mi itt vagyunk. Mi nem a következő ciklusra tervezünk. Mi nem egy ciklust szeretnénk túlélni. Meg majd szlogent gyártunk, és akkor megválasztanak minket az utolsó 2 hétbe. Mi élhető jövőt szeretnénk a gyermekeinknek. Én konkrétan ezért jöttem, mert van egy 13 éves lányom, és szeretném, hogyha dönthetne úgy, hogy Magyarországon él, vagy nézek itt a fiatal politikusokra, hogy itt éljünk, ha itt szeretnénk élni. Élhető mindennapot, élhető életet. Azt gondolom, hogy ez az egység, amit Anett szervezésében mai nap is megmutatkozik, ez a legnagyobb garanciája annak, hogy megértettük azt, hogy Magyarországon változásra van szükség. A változás azzal indul, hogy a politikusok elkezdik edukálni a társadalmat arra, amit szeretnének. Mi azt szeretnénk, hogyha ti is látnátok, hogy megértettük a készfogás politikájának a szükségszerűségét, és ez le fog csorogni a környezet védelmi alapú fejlesztésekig, a közlekedési fejlesztésekig, az egészségügyi fejlesztésekig, és azt fogjátok érezni, hogy minden egyes társadalmi alrendszer, minden egyes terület, minden egyes fejlesztés rá kell, hogy csatlakozzon egy másik fejlesztésre.
és hogy van összefüggés a dolgok között. Ez az edukáció része, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Nálam két tűzoltás jellegű beavatkozás az, ami elkerülhetetlen. Ez ugye a H6-os hív, a Ráckevei hívnek a felújítása. Itt nagyon egyetértünk főpolgármester úrral, hogy utasbarát, tényleg 21. századi modern szerelvényekre, vasútfejlesztésre van szükség, hiszen nem fognak az emberek átülni az autóból a tömegközlekedésre, hogyha az nem, itt bólogatunk, és ha az nem minőségi, ha az nem vállalható, ha az nem élhető, és ha nem biztonságos. A másik fejlesztésem a Szigeti Gerinc út északi szakaszának a meghosszabbítása. Ezt is nagyon szeretném, hiszen hihetetlenül levenné a forgalmat ugye a közutakról, és azt gondolom, hogy nálam Pest 8-ban ezt tenné élhetővé a mindennapokat. És ezeken túl, a kötelező körökön túl, mert nyilván van számos körforgalom és számos helyi, kisebb, alsóbrendű útszakasz, amit fejleszteni kell. De ezeken túlmenően nekünk el kell gondolkodni azon, hogy olyan alternatív megoldásokat találjunk a közlekedés fejlesztésére, a mindennapok élhetőbbé tételére, amikről eddig nem volt szó, például a Dunának a fejlesztése. Ez tisztában vagyok vele, hogy jelen pillanatban semmiképpen nem lehet rentábilis, és tisztában vagyok azzal is, hogy ez lehet csak egy belső igény vagy szívügy, és lehet, hogy az is marad. De el kell kezdeni beszélni arról, hogy lehet az, hogy Bécs és Pozsony között katamaránokkal ingázók oldják meg napi szinten a közlekedésüket. Hát van egy Dunánk. El kell kezdeni szemléletformáló módon okodni. Aztán meglátjuk, mi lehet belőle. Nyissuk ki ezt a kaput. És nekem van még egy szívügyem, és el kell mondani, a Csepeli hévnek a meghosszabbítása. 30 éves projekt. A nyomvonalak nagyjából elépültek. Talán utolsó pillanatban, utolsó órában vagyunk ahhoz, hogy ezt még megfogjuk, ezt a történetet. Nálam ez Csepel déli része, Lakihegy, Szigetszentmiklós, Lakihegy, Halásztelek, Tököl lakossága számára biztosítani az elővárosi kötött pályás közlekedésnek a kibontakozását, és segíteni a forgalomnak a lebontását. Ez az ingázóknak a 30%-át elszívná a térségből, ez rengeteget jelent. Tehát nekem ezt tenni élhetővé, vagy lehetővé azt, hogy a komfortérzet növekedés napi szinten megvalósuljon a választópolgároknál. Tehát vannak elképzeléseink, azt is látnotok kell, és megvan a szándék arra, hogy leüljünk és megbeszéljük azt, hogy mondjuk a külső kerületeket hogyan lehetne, például én ilyenben is gondolom, hogy a külső kerületeket hogyan lehet olyan módon fejleszteni, infrastruktúrálisan, olyan szolgáltató egységeket létrehozni, hogy ott maradjanak, akik ott szeretnének élni. Ne egy ilyen illúzióval teli vágyálmoktól vezérelve kiköltözzön a zöld agglomerációba, ami már régen nem zöld, és nincs is hely. És mindenki jobban jár, hogyha meg tudjuk azt oldani, hogy összefogunk, és olyan projekteken gondolkodunk, amivel mindenki jól jár ott, ahol él. Ugye mind a két választókerület problémája azonos, és említettem, hogy Szigetszentmiklós is hozzájárul ahhoz, nem csak a Érd és térsége, hogy ami utána a fővárosi kerületekben, kiemelten a 11. kerületben történik. A Szerémi út, a Hunyadi utca, a Budafoki út, azok az agglomeráció strádái, ha lehet így fogalmazni. Kelenföld, a Bikás Park térsége, Őrmező térsége, az pedig a nagy parkolónk. És ugye erre, ezzel a problémával találkozik a kerület vezetése, azt követően, miután a 4-es metró, ugye valljuk be, a 4-es metrónak a megépítése a 11. kerületnek alapvető közlekedési lehetőségét megkönnyítette. De jönnek azok a problémák, amikkel akkor még nem biztos, hogy szembesültek. Hiszen korábban, hogyha most úgy látom, a közlekedésről kezdünk el egyre többet beszélni, hiszen korábban elmentünk a Móricz Zsigmond körtérig, vagy még bejebb, valahol ott próbálták letenni az autót, most pedig jellemzően a metróvonal mentén, a 4-es metróvonal mentén. A 11. kerületben ugye Vitézi Dávidéknak a terve a déli körvasút, amivel próbálnak valamilyen választ adni a déli agglomerációra, illetve a főváros déli kerületeinek a problémáira. Másrészt azt is tapasztaljuk, ahogy nyilván ezen a területen közlekedünk, hogy gombamód
megszaporodtak a lakópark és társasházépítések. Ugye vannak barna mezős területek, amelyeken nem feltétlenül szolgáltatás kerül utána, mondjuk a Kinizsi lakta, volt Kinizsi laktana környéke, Lágymányos térsége, ott van Szabadon talán még teljesen a volt házgyár, ahogy ott a Budafoki út felé megyünk, hanem itt is jellemzően lakófunkció kerül kialakításra. És ezekről a jelenleg hatályos szabályok, építési szabályok alapján nem az önkormányzatok tehetnek, erről már később biztos, hogy szóba fog kerülni. Szóval... Teodóra, illetve Anett felvetéseire reagálnék egy picit rögtön, mert szerintem nagyon fontos, hogy ne úgy tekintsünk ezekre a feszültségekre, amik egyébként létező feszültségek, hogy itt az érdi lakosok és az újbudai lakosok között van egy feszültség, vagy az agglomerációban élők és a fővárosban élők között van egy konfliktus, hogy ők okozzák a mi problémáinkat, mondom ezt most Újbuda alpolgármestere és képviselőjelölt a szemszögéből. Itt közös problémák vannak, itt az otthonunkról van szó, az érdiek otthonáról, az újbudaiak otthonáról, a fővárosiak otthonáról, és ezek olyan kerülethatárokon és választó kerülethatárokon átívelő problémák, amiket nem tudunk önmagunkban megoldani. Ugyanúgy, ahogy nem tudjuk megoldani a zöld kérdést országhatárokon belül, ugyanúgy nem tudjuk megoldani a közlekedés kérdését kerület vagy település határokon belül. A probléma abból származik, hogy 2022 Magyarországán egyre kevésbé, sőt nagyjából lehetetlen most már ezekről a szakmai kérdésekről érdemi vitát folytatni, lehetetlen érdemi együttműködést folytatni sajnos az önkormányzatok között egy olyan klímában, amelyben a kormány gyakorlatilag napról napra azon dolgozik, hogy ellehetetlenítse az emberek által megválasztott települési polgármestereket, települési képviselőket. Ugye nagyjából a COVID kitörése óta azt látjuk, hogy a kormány minden egyes lehetőséget megragad, hogy az önkormányzatoktól pénzt vonjon el, hogy az önkormányzatoktól jogköröket vonjon el, hogy az önkormányzatokat bizonytalanságban tartsa. Most ilyenkor nem az önkormányzatokról van szó, hanem azokról az emberekről, akik az adott településeken, kerületekben, városokban élnek. Az ő szolgáltatásaik, az ő óvodáik, az ő iskoláik, az ő szakrendelőik szolgáltatása lesz alacsonyabb minőségű azáltal, hogy a kormány ellenük dolgozik csak azért, mert az emberek voltak olyan bátrak és ellenzéki politikusokat választottak meg képviselőjükké 2019. októberében. Én azt gondolom, hogy a két hét múlva tartandó országgyűlési választásnak az egyik legfontosabb tétje az, hogy végre visszaadjuk-e a helyi embereknek a hatalmukat, hogy végre felruházzuk-e a helyi politikusokat azzal a hatalommal, amivel a rendszerváltás óta fel vannak ruházva, és végre lehetővé tesszük-e azokat az érdemi közös projekteket, amelyekről itt nagyon sokat beszélünk ma, és fogunk is még beszélni, legyen az 4-es metró, legyen az építés törvénynek a kérdése, legyen az a beépítéseknek a kérdése, legyen az a déli körvasútnak a kérdése, legyen az a parkolás kérdése, amivel szintén beletenyerelt a kormány a COVID idején, és azóta is itt nem tudom, terebélyeskedik, és nem hajlandó az önkormányzatoknak hagyni azt, hogy tegyék azt, amit a helyiek kérnek tőlük, például az, hogy kiterjesszük a fizetős parkolási zónákat mondjuk Újbudán, amire rettenetesen sokat panaszkodnak nálunk a 11. kerületben. Itt két konkrét, illetve pontosan a három konkrétum is fölmerült. Az egyik a déli körvasút, ami az egyik legvitatottabb projekt, ami összeköti a 11. kerületet, Újbudát és az agglomerációt. Itt nagyon fontos azt kiemelni, hogy mindenki támogatja azt, hogy a személyszállítás sokkal fejlettebb, sokkal európaibb színvonalon tudjon megvalósulni a vasúti közlekedés keretein belül is. Ami miatt egyébként nálunk a kerületben nagyon sok civil és helyi demonstrál az, hogy ez a projekt már megint egy olyan kiemelt kormányzati beruházás keretében valósul meg, amelybe beleszólása az önkormányzatoknak nincs, amelybe beleszólása a helyieknek nincs, amelynek a pénzügyi részleteiről gyakorlatilag semmit nem lehet
tudni, és amelynek a környezeti hatásai szinte beláthatatlanok. Az április 3-i választás arról is szól, hogy véget vessünk ezeknek az úgynevezett nemzetstratégiailag kiemelt kormányzati beruházásoknak, amelyek az esetek döntő többségében sajnos kizárólag arról szólnak, hogy a fideszes oligarchák zsebeit megtömködjék jó sok milliárdnyi adófizetői forinttal, hogy aztán ezzel is a politikai hatalmukat erősítsék és betonozzák be. A másik ilyen kérdés, amit említettünk már, ez a 4-es metró kérdése, és ez ugye szorosan összefügg a déli körvasúttal is, és azzal a szakmai koncepciótlansággal, hogy beszélünk évtizedekig arról, hogy mennyire fontos lenne a 4-es metrót mondjuk kivezetni Budaörsig, mennyire fontos lenne összekötni az agglomerációt a fővárossal egy metróvonallal, és aztán hirtelen jön egy új álom, vagy egy új lázálom, és akkor most megépítjük a déli körvasutat, teherforgalmastúl, személyforgalmastúl, mindenestül, átláthatatlan körülmények között, és elfelejtjük a 4-es metrót, holott erre folyamatosan, illetve egyre nagyobb szükség lenne. A harmadik ügy, ami nekem szívügy a városfejlesztésért is felelős alpolgármesterként, az építésügy és az építési törvénynek az ügye. Mi Újbudán 2019-ben már azzal a szlogennel kampányoltunk, hogy Újbuda megtelt, ugyanis az ott élőknek az értékelés, az érzékelése, hogy annyi lakópark és olyan zsúfoltságú lakóparkok épülnek egyébként a zöld területek, a parkok, a játszóterek kárára, úgyhogy közben nem járulnak hozzá a fejlesztők érdemben, tisztelt a kivételnek, infrastrukturális, humán infrastrukturális egészségügyi fejlesztésekhez, hogy ez egyszerűen egy fenntarthatatlan léptékű növekedéshez vezet, egy túlzott feszültséghez vezet a kerületen belül. És akkor itt most ismét visszakanyarodom oda, hogy a kormány teljes mértékben felülírta a helyi önkormányzatoknak a jogait, amikor ugye 2020 márciusában fogta és elvette az építés hatóságot az önkormányzatoktól, és áttette őket a kormányhivatalokhoz. Ez nálunk ugye praktikusan úgy néz ki, hogy a Zsombolyai utcában lévő önkormányzatban épületben dolgozó építésügyi osztálynak egy része fogta a cokmogját, a számítógépeit, az íróasztalait, és a Bocskai útra átvitte ezeket a dolgokat, és ott folytatta a munkáját. Egyetlen különbség volt, hogy onnantól kezdve nem a polgármester, hanem a kormány az ő főnöke, és a Fidesz érdekeit szolgálják, sajnos kizárólag nem tudnak más tenni, mint a Fidesz érdekeit szolgálni. Úgyhogy azt a célt tűztem ki magam elé, és azt remélem, hogy az április 3-a után felálló új kormánynak egy prioritása lesz, és biztos vagyok benne, hogy itt partnerekre is fogok találni az új parlamenti képviselők között, hogy ezeket a jogköröket visszaadjuk az önkormányzatoknak, hogy a fejlesztések során a zöld szempontok, a helyi érdekek, az infrastrukturális fejlesztések szempontjai sokkal erősebben megjelenjenek a jogalkotásban, hogy szüntessük meg a kiemelt kormányzati beruházásokat, amelyek teljes mértékben nem veszik figyelembe ezeket az érdekeket, és kezdjünk el végre egy élhető Újbudát, egy élhető Érdet, egy élhető agglomerációt és főváros és agglomeráció kapcsolatot kiépíteni, ahol végre helye van azoknak a szakpolitikai kérdéseknek, azoknak a szakmai kérdéseknek, amelyeknek sajnos ebben a rendszerben nincsen helyük. És ezért is vagyunk itt ennyien pártállástól, politikai hitvallástól, teljesen függetlenül itt ennyien, mert hogy közös ügyünk az, hogy egy demokratikus jogállamban éljünk, ahol vannak szakmai kérdések, ahol vannak szakmai viták, és ahol nem propagandával tömjük az emberek fejét az állami tévében, a fideszes polgármesterek által vezetett települések tévéiben, médiájában, megyei lapokban, hanem a valóságról beszéljünk, arról, ami az embereket a mindennapjaikban érinti. Ugye kezd körvonalazódni az, amire az agglomerációban is szükség van. Az a három dolog talán az, hogy javítani kell a közösségi közlekedést, lassítani kell az itt található települések növekedését, és erősíteni az önkormányzatokat. Emlékezhetünk arra talán egy 6-7 évvel ezelőtt, amikor Tarlós István ehelyett, hogy mit mutat az a másik típusú gondolkozás, gyakorlatilag odáig jutott el egy
meglehetősen kültelki gondolkozásmóddal, hogy ő leállítaná akkor a híveket a városhatáron, vagy visszafordítaná, és akkor az agglomerációs települések meg úgy jártak, ahogy jártak. Nyilván lett volna ennek következménye, még többen ülnek autóba, de ugye egy lépésről a következőre tovább gondolkozni az már nehezen ment korábbi főpolgármester úrnak. Ehhez képest azt tapasztaljuk már 2019 óta, és hangsúlyosan azzal a programmal, amit most a főváros kezdeményezése révén, amivel itt is jelen vannak ezek a képviselőjelöltek, hogy elindult egy olyan fajta partneri, együttműködő gondolkozás, ami megteremtheti kormányváltást követően annak az alapját, annak a rendszerét, hogy az agglomerációs települések és a főváros közösen együtt tudjanak működni. Talán a legfontosabb és a legkiemeltebb dolog egy olyan egységes közlekedési rendszer kialakítása, amit már Karácsony Gergely főpolgármester úr korábban is a zászlajára tűzött. Nagyon erősen tudnék csatlakozni minden három jelöltnek a felvezetéséhez. Leginkább abban a gondolatban kapaszkodnék, amit talán egy mondat az elején, hogy a politika az nem nulla összegű játék. Tehát nem arról van szó, hogy amit az egyik mennyire, azt a másik elveszíti. Nem arról van szó, hogy tologatjuk az autókat a Bikásparton még kijebb, és aztán szembeállítjuk egymással az újbudaiakat és az érdélyeket, mert ugye megoldásokat kell találnunk. És tulajdonképpen az agglomerációs települések és Budapest ugyanannak a jelenségnek más aspektusaitól szenved. És persze lehet a parkolózónákat a végtelenségig szorítani, egyébként szerintem ez helyes. De nyilvánvalóan nem oldja meg a problémát, hanem inkább csak tologatjuk, és kéne egy közös gondolkodásról, hogy ezeket hogyan oldjuk meg. És igazából szintén, amit az Annának volt egy mondata, ami nagyon erősen aláhúztam úgy a képzeletbeli noteszomba, ez pedig az, hogy a valós problémákkal kéne foglalkoznunk. És igazából egy olyan politikai kultúrában, ami az elmúlt 12 évben kialakult, és talán az elmúlt 30 évben is túlságosan jellemző volt ránk ezzel a polgárháborús helyzetben, nem tudunk foglalkozni olyan kérdésekkel, amik a kérdések. Nem hiszem, hogy az elfogultság beszél bele, nem, ha azt mondom, hogy Budapest és az agglomeráció élhetősége, közlekedési kérdései, levegőminősége, zöld területének a megóvása szerintem Magyarország 10 legfontosabb problémája között van. Egyszerűen azért, mert itt rengeteg ember él, és minden prognózis szerint még többen fognak. Ugye az egész világon, egész Európában van egy urbanizációs folyamat, és mivel Magyarországon egy igazából nagy világváros van, amely egyébként nyilván földrajzilag már szintén a kapacitásai szélén van, az agglomeráció tulajdonképpen Magyarország urbanizációs legfontosabb területe. Nem is Budapest, bár egyébként Budapesten belül is vannak, azt gondolom, hogy fejleszthető területek, ahol az életminőség nek nem a rovására lehet még új város szöveteket kialítani a rozsdövezetekben, de minden prognózis arról szól, hogy itt ennél is még többen fognak lakni, és ami egyébként egy fokkal nagyobb probléma, szerintem ennél is több autó lesz. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság nagyjából a felét ez az agglomeráció fogja megtermelni. Az, hogy itt milyen típusú jövőkép alakul ki, az nagyon nagy mértékben befolyásolni fogja az egész magyar gazdaságnak a versenyképességét. Egy egészen konkrét tegnapi példát hagy mondjak, az egyik nagy ukrán hátterű multinacionális piacra dolgozó IT cég a teljes, több tízer emberes munkavállalói körét ki akarja menekíteni az országból, és mivel ők nemzetközi piacra dolgoznak, tulajdonképpen a világ bármely pontján lehetnek. És amikor egy ilyen cégvezető eldönti, hogy most Ukrajnából hova meneküljenek, Prágába menjenek, vagy Bécsre, vagy Budapestre, ezek a dolgok fognak számítani. Lehet-e közlekedni, milyen a lakhatás, milyen az életminőség, milyen a kulturális élet. Tehát magyarán Magyarország hosszú távú versenyképességét, az agglomerációnak ezek a feszítő problémái, amelyek ma már most feszítőek, miközben nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy ezek még nagyobbak lesznek, szerintem az egész nemzetgazdaság, az egész magyar társadalom szempontjából nagyon fontos kérdések. És ehhez képest tényleg nagyjából 30 éve ugyanazokat az állításokat fogalmazza meg minden tanulmány, kötött pályás közlekedés, olyan építési szabályozás, amely nagyon óvatosan bánik és védi a meglévő zöldözeteket, hogy lehetőleg olyan város szerkezet alakuljon ki, ami kapcsolódik a kötött pályás közlekedéshez, a ráhordó járatok, ezek 30 éve ismert problémák, és 30 évig nem csináltunk ezekkel gyakorlatilag semmit. Most a tervező asztalon van egy előrelépés, mert van egy vasúti, egy elővárosi fejlesztési stratégia, amit elfogadott a kormány, de ugye ezek még csak tervek.
És azt gondolom, hogy a Teodórára is kicsit kapcsolódjak, vannak a tűzoltás jellegű dolgok, és vannak a távlatos megoldást igénylő dolgok. És ennek kapcsán nagyon sokféle lehetne kalandozni. Én két dolgot szeretnék nagyon kiemelni, és aztán konkrétan reagálnék erre a közösségi közlekedési kérdésre, ami szerintem nagyon fontos, és viszonylag rövid távon megcsinálható, és ezért viszonylag gyors előrelépést tud biztosítani. Nagyon fontos az, hogy amikor arról beszélünk, hogy Budapest és agglomeráció, akkor arról beszélünk, hogy együttműködés, nagyon fontos, hogy ez önálló, a saját identitását őrző, azt védő, abba beruházó, azt továbbvívő települések közötti kooperációt feltételez. Az agglomerációnak pont a legnagyobb problémája, hogy így elterül, mint egy ilyen tehénlepény, az identitásokat elveszítő, a saját sokszínű települési struktúráját elveszítő településeknek egy ilyen masszájává kezd válni. Csőzik polgármester úrnak volt egy felvetése, és én ezt ne haragudj, ezt nagyon sokszor elmondom. Egy agglomerációs fórumon beszélgettünk, és azt a kérdést tette föl, hogy legyen-e Érden színház. És azt mondom, hogy legyen. Ez nagyon fontos. És ez nem csak a... És legyenek munkahelyek, és legyenek iskolák, és legyen egy intézményrendszer. Ez az egész dolog abba a városfejlesztési filozófiába illeszkedik, amiben egyébként az egész nyugat-európai nagyvárosok mindegyike próbál fejlődni, ez a bizonyos 15 perces város. Próbáljunk nem csak az agglomeráció belüli településeket, de Budapesten belül is a kerületeket és a különböző városszöveteket úgy elképzelni, hogy legyen az a cél, hogy 15 percen belül el tudjunk érni minden lehetséges szolgáltatást. Ennek van egy olyan aspektusa, hogy irgalmatlan mobilitási nyomás van rajtunk, tehát állandóan ott megyünk valahova. És lehetőleg ne kell olyan sokat menni, mert ez ugye maga a közlekedésnek iszonyatosan nagy környezeti kára van. Levegőben, zajban, ugye gyakorlatilag a közterületeinket a közlekedés veszi el, a parkoló autók és az egyre szélesebb utak és az egyre hangosabb vonatok révén. Ha kevesebbet közlekedünk, akkor ez működik. De emögött van egy másik dolog, mégpedig az, hogy olyan településeket kell elképzelnünk hosszabb távon, amelyek érzelmileg is belakhatóak, amihez kötődnek az emberek. Ilyen szempontból én azt gondolom például azt, hogy az iskolák visszakerülnek az önkormányzatokhoz. Ez nem csak önmagában egy oktatásszervezési kérdés, bár egyébként az is, és ez önmagában is nagyon fontos lenne, hanem az, hogy a lokalitást kell erősítenünk. Egy olyan világban, amiben iszonyatosan sokféle dolog ér minket, sokféle befolyás, és nyilván látjuk az egész világot, és ez jó is van így, hogy tudunk globálisan gondolkodni, de mégiscsak vissza kéne térnünk egy olyan koncepcióhoz, ahol a lokalitás az, hogy lakunk egy településen, egy kerületben, egy kerületnek egy részén, hogy ahhoz kötődjünk, felelősséget vállaljunk. És persze tudom, hogy ez egy hosszú távú koncepcióba illeszkedik, de én ezt nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy a jövő Magyarország, a jövő agglomerációja, a jövő Európa képe, az egy olyan jövőképet tartalmazon, amiben tudunk globálisan gondolkodni és felelősséget vállalni, de kötődünk ahhoz a helyhez, ahol élünk. Ennek iszonyatosan nagy jelentősége van ezeknek a helyeknek az élet minősége szempontjából, hogy az emberek polgárként vagy alattvalóként viselkednek. Ha valaki kötődik a saját környezetéhez, akkor egészen másféleképpen fog viszonyulni a helyi vezetéshez, az ország sorsához, a saját településéhez. És ilyen szempontból az, hogy a polgármestere, a főnöke egy iskolai igazgatónak, vagy képviselőtestületnek nagyon nagy jelentősége van. Az, hogy az igazgató hogyan fog a helyi közösség aktoraként föllépni. Legutóbb egy ugyanilyen hasonló beszélgetésen voltam Pomázon, a kiváló polgármester társam arról beszélt, hogy az a pomázi iskola, ami egyébként az önkormányzat épületében működik, az állam, mint egy ilyen rossz albérlő beköltözött abba az épületbe, és egyszerűen az igazgató, meg az egész tanszteresületnek a gondolkodása kicsúszott abból a képből, hogy ez egy pomázi iskola, és hogy az a cél, hogy a pomázi gyerekeknek legyen pomázi identitása. Túléphetnek ezen, és elmehetnek, hogyha az élet úgy hozza, nem erről van szó, tehát nem akarok senkit röghöz kötni. Ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a polgári társadalom, a demokratikus társadalom, azok közösségekből épülnek, és a lokalitás, ahol élünk, az a legfontosabb kötőszövete ennek a polgári létnek. Szerintem ez iszonyatosan fontos. Úgyhogy legyen Érdek színháza, és legyen a településeknek saját énképe, és próbáljuk meg megbecsülni ezeket a helyeket. Tehát azért mondom, hogy ezt nagyon fontosnak érzem, hogy én nem arról beszélek, ide jött Budapestről a főpolgármester, és azt mondja, hogy ti, hát itt elterültök körülöttünk, rengeteg autóval bejöttök a városba, nem lehet, hogy esetleg elhúztok innen. Nem az én hozzáállásom.
És nem is az, amit Tarlós főpolgármester mondott, hogy hát miért van a fővárosnak héve? Hát az túlmegy a városhatáron. Hát milyen hülyeség, vigyel az állam. Ugye? Államosították is, és azóta ugye még rosszabb lett, mert az állam létrehozott egy önálló a MÁV-on belül egy igazgatóságot, és úgy nézegetik egymást, hogy hát ez is vonat, az is vonat, nem lehet, hogy esetleg valamit erről csinálunk. De a másik az, hogy ahogy egyébként az önálló és közösségben élő ember tud kooperálni másokkal, nagyon fontos, hogy ezek az önálló lokalitás védő települések, kisebb és nagyobb települések keressék a kapcsolódási pontokat. Ugyanis a legfontosabb közszolgáltatásainkat, víz, hulladék, csatorna és kiemelten közlekedés nem tudjuk önállóan megszervezni, nyilvánvaló. És a tűzoltási jellegű feladat szerintem az az, amit gyorsan meg lehet csinálni és viszonylag rövid távon nagyon sok plusz tud hozni, hogyha azt a közösségi közlekedési rendszert, ami Budapestre van kitalálva, és nem az én érdemem, de ezt gondolom, hogy világszínvonalú, miközben persze nyilván rengeteg probléma van vele, hiszen olyan buszok közlekednek Budapest útjain, amelyet már rég nem kellene. De a hálózati lefedettsége, a bejáratott menetrendek, az elérhetősége, az tényleg azt gondolom, hogy tényleg világszínvonal. Viszont ez a nagy Budapestre van kitalálva, nagyjából azzal az 50 éve kialakult városszövetre, és egyszerűen az élet már rég nem itt húzódik meg. Ja, volt egy egyébként helyes lépés, én nagyon szeretek dicsérni a politikai ellenfeleimet, annyira szeretem, mert akkor egy normális országban ugye felismerjük egymás értékeit. Szerintem nagyon-nagyon fontos és elmutató lépés volt a BKK létrehozása. Tehát az, hogy a főváros úgy alakította a közösségi közlekedési rendszerét, hogy nem a saját cégei, akik szolgáltatók, azoknak a logikáit, tehát ne a BKV mondja meg, hogy hova akar buszt küldeni, hanem a város hozon létre egy másik szervezetet, aminek az a dolga, hogy a városlakók fejével gondolkodva megrendeli ezeket a szolgáltatásokat a saját cégeitől is, magánszolgáltatóktól is, hiszen Budapesten ugye a buszok nagyjából egy negyed, egy harmada a magánszolgáltató, azott esetben az államtól, és így kialakul egy olyan típusú kooperáció, ahol az utas a lényeg és a közlekedési igények kiszolgálása. Amit én javaslok, hogy ugyanezt, ami most Budapest területén működik, terjesszük az egész agglomerációra. Az agglomerációban tulajdonképpen az agglomeráció és a Budapest közötti közösségi közlekedési kapcsolatok teljesen esetlegesek. Valahol éppen jó a vonat, valahol nem. Én éppen ugye a tápjóságban kampányoltam a Smukkezsinek tegnap, ott konkrétan 35-tel jár a vonat. Tehát nem úgy, mint az itteni. Nyilvánvaló, hogy itt óriási fejlesztési igény van, és ezeket meg kell csinálni. De ugye van az a régi zsidó vicc, hogy oké, hogy mi lesz, de hogy addig mi lesz, amíg az lesz. Tehát, hogy ezt a gondolkodást szeretném képviselni. Mert addig például azt kellene csinálni, hogy át kéne gondolni, hogy az agglomerációban, és az agglomerációs települések között, és az agglomerációs települések és Budapest között milyen közösségi közlekedési igények vannak. Iszatosan fontos, hogy tök jó, hogy van a vonat, de nem lehet elérni a vonatot, akkor senki nem fog rá felszállni. Ilyenkor mindig jön a P+E parkoló, amit én persze nagyon szeretek, mert csináljunk P+E parkolókat, de ha lenne még egy bolygónk, az se lenne elég, hogy annyi P+E parkolót építsünk, amennyi igény van. Tehát ez se egy járható út, részben járható, részben nem. De a vonatot el kell érni valahogy, és ehhez például kell szintén buszjáratokat csinálni. Pont itt érdem voltunk, azt hiszem, azon a MÖSZ ülésen, ahol a Pusztazámoli, még a tárnoki polgármester mondta, hogy ők egymástól 3 kilométerre vannak, de ha valaki át akar menni az egyik településen, a másikra, bemegy Budapest, és aztán vissza. És biztos nincsen egy tömeges igény arra, hogy Pusztazámmal és Tárnok között legyen közlekedés, de valamennyi igény biztos van, és biztos lehetne egy buszt arra forgatni, hogy éppen ezt az igényt is kiszolgálja. Tehát én ezt tartanám fontosnak, hogy legyen egy olyan regionális BKK, úgy tetszik, ami nem a budapesti, hanem a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedési igényeket hangolja össze, és az is nagyon fontos, hogy ennek a finanszírozását megoldja. Ugye jelenleg a fővárosi önkormányzat finanszírozza szinte teljes mértékben a fővárosi közösségi közlekedést. Ugye ez évi közel 200 milliárd forint. Ez egy óriási teher, de egyben egy korlát is, mert mi már nem tudunk többet vállalni. Tehát azt nem tudjuk vállalni, hogy ezt a közlekedést mi továbbfejlesztjük agglomerációs aspektusból. Ezért kell egy intézményi garancia arra, hogy az állam, amit végső soron mégiscsak nem azért tartunk, hogy stadionokat építsen basszus, hanem azért, hogy értelmes okat finanszírozzon, legyen ebben partner. És én azt a modellt javaslom, ami egyébként Európa szerte nagyon sok helyen van, hogy az önkormányzatok
a nagyvárosi önkormányzat, ugye azért az ilyen típus agglomerációs együttműködésre rengeteg nemzetközi példa van, nyilván Attila reggelig tudna ezekről beszélni. Tehát a budapesti önkormányzat, az agglomerációs önkormányzatok és az állam háromoldalú partnerségében jöjjön létre egy ilyen megrendelő szervezet, ami egységes tarifát és egységes menetrendet alkot az egész agglomerációra. És nyilván ezzel párhuzamosan meg kell csinálni a fejlesztéseket, elsősorban a vasúti kötöttpályás fejlesztéseket. De ami ezt a régiót konkrétan érinti, ez a 4-es metró. Tehát nyilvánvaló, hogy a 4-es metró meghosszabbítása a legjobb megtérülési közlekedési projekt lenne ennek az agglomerációnak a fejlesztési szempontjából. Azért nincsen róla szó, mert a vasútat az állam fejleszti, a metrót meg a főváros. És ugye nagyon egyszerű, az állam saját magának jobban szeret adni pénzt, mint másoknak. Csak úgy az van, hogy ez a pénz nem az övé. Ez a magyar adófizetőké, meg az európai adófizetőké. Tehát én azt gondolom, hogy a 4-es metró meghosszabbítása nagyon fontos, és egy nagyon, nagyon nagy társadalmi megtérülési projekt. Ennek a tervei ugye annak idején elkészültek, aztán asztalfiókba kerültek, most én elővettem ezeket az asztalfiókból. Az igazsághoz oda tartozik, hogy a másik irányba is meg kell hosszabbítani, tehát tulajdonképpen sikerült egy olyan metrót építeni, azt hiszem 540 milliárd forintért, ami egyébként ebben a formában. Tehát én emlékszem, amikor megindult a metró, akkor én fülültem a 7-es buszra, és megmértem, hogy mennyi idő alatt értem el a két végállomás között, és busszal gyorsabb volt. Tehát sikerült egy olyan metrót építenünk, ami nagyon szép. Nagyon, ugye rengeteg megállója van, ami mellett lehet érvelni, főleg, hogyha az ember metró aluljárókat épít, akkor súlyos érvei vannak, hogy miért kapni erre nagyon sok pénzt, nem akarom elviccelni. De igazából az eddig berúlázott pénz is akkor térülne meg, hogyha mind a két oldalra meg lehetne hosszabbítani, és hogy ne felejtsük el, hogy nem csak Zuglóra beszélek, amely nyilván a szívem csücske, mint ahogy minden más is, hanem Újpalotáról, ahol több tízer ember él egyébként gyakorlatilag kötöttpályás közösségi közlekedés nélkül, és valószínűleg a világ közlekedési érdekességei között a 7-es busz családot valószínűleg szerepel, hogy egy olyan buszcsorda megy át Budapesten, ugye Újpalotától a Újbudáig, ami szerintem nincs sehol a földön. Tehát kultúrhelyeken itt ugye metró szokott járni, és hát egy fél metró már van. Ehhez nyilván az kell, hogy az állam ne azt nézze, hogy ki csinálja a beruházást, hanem azt, hogy melyik beruházásnak a legnagyobb társadalmi hasznossága. Hát az Orbán kormánytól ezt hát nem nagyon tudom kinézni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy ezek a beszélgetések elindultak. Nagyon fontos, hogy azt én nagyon fontosnak érzem, hogy maguk az egyéni jelöltek is érzékelik azt, hogy az ő problémáik sem fognak megoldódni, hogyha csak bebújnak a saját választókerületük határai közé, mert egyszerűen a problémák ugye összefüggnek egymással, és azt gondolom, hogy a következő parlamentben az itt lévő egyéni jelöltek biztosan nagyon jó partnerek lesznek ezeknek a komplex, nem pontszerű, hanem strukturális reformoknak a kialakításához. Ugye egy dolog hiányzik még, mert a önkormányzati partnerség van, hiszen két kiváló polgármester társa jelenlétését bizonyítja, a főváros is szerény személyemben az elkötelezettségét mutatja, ugye kéne egy harmadik fél, kéne egy új kormány ehhez, hogy ez működjön. Ezt az apró problémát majd közösen megoldjuk április 3-án, legalábbis nagyon remélem. Itt van velünk, ahogy jelezte, még két polgármester. Először is dr. László Imre, aki egy olyan aspektusra fogja most fölhívni a figyelmét, ami az agglomerációs településeket megint csak különösen érinti, ez pedig az egészségügy. És az egészségügyi infrastruktúra, illetve az orvoshiány esetéről. Itt Érden 21 házi orvos szolgál, Szigetszent Miklóson, a Pest 8-ban, a 40.000-es Szigetszent Miklóson mindössze 10 háziorvos. És ami meglepő, hogy 2021 év elején adtunk át egy vadonatúj háziorvosi rendelőt, ahová azóta nem találunk háziorvost. Nem Borsod megyében nem találunk háziorvost, nem Szabolcs megyében, nem Somogy megyében Aprófalvas térségre, hanem Szigetszent Miklósra nem jelentkezik háziorvos. Ugye azok a szakorvosi rendelőintézeti kapacitások, amikkel nap mint nap találkozunk, szórakozásból még nem csináltunk belőle kampányelemet, de eljátszottuk már, hogy telefonon fölhívtuk a helyi szakorvosi rendelőintézetet, és bejelentkeztünk különféle betegségek gyógyítására, nyilván hangfelvételt készítettünk közben, hogy vajon mikorra kapunk időpontot. A diabetológiára nálunk Szigetszentmiklós térségében 6 hónapra adtak időpontot.
Szóval ezek a kapacitások igazából akkor lettek meghatározva, kialakítva, amiket itt a szakorvosi rendelőintézetek a térségben, és ugye ha jól tudom, akkor itt Török Bálinton talán szeretnének is egy önálló szakorvosi rendelőintézetet létrehozni. Ezek akkor lettek kialakítva, amikor még nem éltünk itt megint csak ennyien ezen a környéken. Bizonyos fokig értem érnek a problémáját, még egy kicsit eltérek az egészségügytől, hogy nagyon sokan betelepülnek, hiszen régen ugye úgy tartották nyilván, több ilyen terület van a főváros körül, hogy a főváros alvóvárosa. Na de hát ez már nem alvóváros, ez nagyon is egyébként a nappali tevékenységében egy aktív, működő, csak végig kell menni egyébként Érden, hát nem azok a szolgáltatások, nem azok az üzletek, nem azok a kiszolgáló területek vannak, amik egy alvóvárosra lenne jellemző. Azért értem ezt a gondot és problémát, mert paradox módon a 11. kerület is ugyanezt a helyzetet éli, nagyon sokan települnek be. Ha most mondok egy számot, ezt higgyék el, ez így igaz. Újbuda 21 városrészből áll. 21. És akkor abban a 21-ben nem számoltam bele a Lágymányosi Dunapartot, Moltorony, 25 ezer munkahely létesül, és 9 ezer lakást adnak át. Tessenek kiszámolni, egy Szekszárd-Gyöngyös nagyságú város lesz hamarosan, nem mondhatom, hogy az nem egy önálló városrész, 22, vagy ahol én élek, a Tóváros szintén, ugye szenvedtünk az Annával bőségesen, hiszen ott megvették azt a területet, még a Demjánék vették, és még a Molnár Gyula képviselő úr polgármesterként működött annó ebbe közre nagyon régen. 1324 lakást kívántak fölépíteni, hát véresen lealkuttuk, már a küzdelem volt a részünkről, kemény, 900-ra ezt a lakásmennyiséget úgy, hogy a humán részt azt a beruházóval elfogadtatva mellé tudtuk tenni, orvosi rendelő, óvoda, bölcső, de nem akarom mondani, mert az elődeink kifelejtették. Abból a városrészből egy üzletet igazán nem lehet találni, nem lehet találni egy olyan helyet, ami hozzátartozna, de itt én ezt be is fejeztem. Most érek rá, ami a szívem csücske, bevallom polgármesterként. Én egészségügyi szakpolitikus vagyok, ezt nem rúgom le. 10 évig a Szent Imre kórházat vezettem, és aki arra jár, az látja, hogy mit sikerült abból a kórházból csinálni 2001 és 2011 között. Azért, mert egy olyan vezetése volt, nem kizárólag magamról beszélek, egy olyan csapat vezette azt az intézményt, amelyiknek elhivatottsága volt, és ez egy borzasztóan fontos dolog. Polgármesterként is elhivatottam, főpolgármesterként is, csak úgy lehet csinálni a dolgokat, hogy abszolút benne áll az illető. Ez nem egy olyan dísz dolog, hogy jó, hát majd akkor azt is meg, hát kit érdekel, nem érdekes, majd megoldódik magától. Ez a mai világban már így nem működik, az az ember nem oldódik meg, illetve megoldja a környezet, mert eltávolítja. Azt akarom kihozni az egészből, hogy ugye arról beszéltünk, és erről hangzott el nagyon sok érv, hogy végeredményben egy olyan területnek az ellátásáról beszélünk, közlekedéstől kezdődően minden járulékos részével, ami 3 millió ember megélhetését kell, és komfortérzését kell, hogy biztosítsa. Ehhez az egészségügy is hozzátartozik. Ugye főpolgármester úr hozzájárulása révén ott épül egy gyermekegészségügyi központ és egy egynapos sebészet. Nekünk a Szent Kristóf szakrendelő mögött régen egy szakközépiskola volt, annak az átalakítása történik meg. Az elődeink 1,7 milliárd forinttal vágtak ennek a dolognak neki, amiből teljességgel kimaradt a műszerállomány példának okáért.
Na hát 2017-ben azzal sem lehetett még számolni, hogy az építőiparnak ugye a költségei milyen nagyságot, milyen szintet fognak elérni. Az a lényeg, hogy a főváros támogatásával már kaptunk 1,4 milliárdot, jövőre kapunk 1,2-t, és még majd megpróbálunk EU-sprogramból hozzászerezni pénzt, hogy valóban egy korszerű ellátó központ jöjjön létre. Miért is? Mert ez nem csak a 11. kerület gyermekeit szolgálja ki. Ez a 22. kerület, Érd, Diósd, Törökbálint, Biatorbágy. Magyarul belenő az agglomerációba ellátás szempontjából. Föl sem erült bennünk kórházigazgató koromból sem, hogy amikor jöttek hozzám települések, hogy ők nem Székesfehérvárhoz akarnak tartozni, mert egynapos busz átszállásokkal még megközelítik, ide be tudnak a Szent Imre kórházba jönni. Minden további nélkül ezeket a dolgokat befogadtuk. Tessenek elhinni. Nagyon sokszor, és ez ami borzasztó, és ezért, bocsánat, ez nem szeretik az emberek, és igazuk van. Végtelenül sajnálom a főpolgármestert, hogy olyan emberekkel kell leülnie tárgyalni, akik azt sem tudják, hogy miről tárgyalnak. Fogalmuk nincs arról a témáról. Ezt a parlamentben is elmondtam, amikor ott voltam az én kedvenc államtitkáromnak, hogy tudja államtitkár úr, az a baj, hogy én tudom, hogy miről beszélek, önnek meg fogalma sincs arról, hogy mire válaszol. Ez így van. Gyakorlatilag van olyan kicsi település, nem nagyvárosról beszélek, akiknek a betegei, attól függően, hogy mibe betegszik meg, 22 kórházhoz tartoznak ellátás szempontjából. Hogy lehet? Győrtől kezdődően egészen végig Budapest összes kórháza. Attól függ, hogy mi a baja, ide, oda, amoda. Hát ez így nem működik. Annyira észszerűtlen dolgok vannak az ellátás szervezésében, és itt most teljesen mindegy, hogy egészségügyről beszélünk, vagy közlekedés szervezésről, hogy az ember egyszerűen megdöbben, és azt kérdezi, hogy normális, józan paraszti ésszel. Tessék már végig gondolni azt, hogy mi az, amit meg kellene oldani. Ez sehová nem fog vezetni. Ez baj lesz. És hát aztán ezeket a bajokat egyébként a mindennapjainkban éljük. Tehát azt tudom mondani, hogy, és még az egészségügyhöz egy utolsót, ami a közlekedéssel párosul, vagy éppenséggel oda tartozik, hogy azt tetszenek tudni, hogy Magyarországon a légszennyezés következtében évente 12 000 ember hal meg. Ebből a 12 000-ből 4 000 a főváros és az agglomerációra vonatkozik. Olyan a levegő szennyezettsége, hogy azok, akik tüdőbeteg, nem kell feltétlenül most ilyen TBC-re gondolni, valamilyen allergiás jellegű megbetegedés, vagy egyszerűen hajlam, légcsőhurut például, tüdőgyulladás, ezek az emberek, 4 000 ember hal meg, csak itt, a környezetünkben. Tehát én maximálisan támogatom azt a törekvést, ami arra irányul, hogy észszerűen próbáljuk megoldani azt, hogy az a közösség, mert Magyarország egy van, a politika szerint nem általunk generáltan, azért kettő, ugye? Van egy, aki a hatalmat birtokolja és szeretné megtartani mindenáron, meg van valaki, aki azt mondja, hogy gyerek, ezt azért nem kéne csinálni. Most nézem egyébként a dolgokat, ez is én közbülső, megszenvedtette is. 2010 óta 32 stadiont építettünk föl. Ezeket működtetni is kell, fenntartani is kell, kiszolgálni is kell. Nem csak az építés költségei azok, amik itt jönnek. Ez több mint 500 milliárd forint. No, ez távoli dolog. Tehát maradjunk annyiba, hogy nekünk együtt kell, nagyon szorosan együtt kell dolgozni. És amit tudok mondani egészségügyre, abszolút utolsó mondatként,
alapellátás megerősítése, értettem, amit elmondtál, majd én a Lacival végig fogom beszélni azokat a dolgokat, amit tudok tanácsot adni, és hogyan kell egy szakrendelőt működtetni annak érdekébe, hogy a klasszikus poliklinika képét és működését föl tudja mutatni. Részeti beavatkozás műtétről beszélek. Több mint 70%-a egynapos. Tehát ez a jövője, és ezt kell megvalósítani, hogy ez nehéz, de ehhez lesznek majd gondolataim. Úgyhogy önöknek jó egészséget kívánok, ezt orvosként kötelességem megtenni, és azt, hogy az Anettet segítsék abba. Én voltam vele a parlamentben, dolgoztam vele együtt. Egy nagyon karakán ember, aki nem ijed meg a saját árnyékától. És ugye látható, hogy a három fő feladatból talán csak egy maradt ki egyenlőre, ami témakör pedig az önkormányzatok megerősítése. Nem tudom, hogy tudják-e, van egy állami beruházási ügynökség, amelyik elméletileg azzal foglalkozik, hogy ha egy külföldi befektető érdeklődik az ország iránt, akkor ő terelgeti oda olyan településre ezt a potenciális beruházót, ami éppen neki tetszik. Nem hiszem, hogy 2019 óta ellenzéki városok kaptak volna olyan telefont ettől az ügynökségtől, hogy polgármester úr, itt van egy új befektető, aki pont úgy gondoltuk, hogy ez az ellenzéki vezetésű városhoz szeretnénk őket terelni. Van egy másik olvasata is az egésznek. Jogilag ugyan már volt korábban is, de kifejezetten szinte napi szintű gyakorlattá vált az úgynevezett kiemelt fejlesztési terület, illetve a célterületi beruházások megvalósítása. Az utóbbi, de az előbbi is egy nagyon sunyi beavatkozás a kormány részéről arra, amikor egy önkormányzat nem szeretne valamit megtenni. Ha egy önkormányzat védi a saját területét, mondjuk a zöld felületét, vagy a szántóföldjeit, és érkezik egy befektető, akit azt mondja az önkormányzat, hogy ő ezt nem akarja ide, ezt a beruházást. Például pár évvel ezelőtt itt a szomszédban, a Szászfalombattán egy gumiégető üzemet szerettek volna. Biztos, hogy emlékeznek rá itt az érdiek is. Ha azt mondja a helyi település, hogy ő nem akarja ezt a beruházást, képviselőtesteti döntést hoz róla, szavaznak róla, és azt mondja a befektető, hogy köszi szépen, akkor én megkeresem a kormányt bizonyos csatornákon keresztül, és ilyenkor szoktak, ugye, főleg ünnepnapok előtt, péntek éjszaka, olyan kormányrendeletek megjelenni, vagy Selmeci Gabriella ilyenkor nyújt be valami módosítóindítványt a sajátatörvényhez, ami alapján másnaptól lehetővé teszik, hogy az a befektető oda célterületi beruházás formájába, tehát nem kell belterületbe vonni a területet, semmilyen, gyakorlatilag semmilyen hatósági eljárásban nem kell részt vennie, kiveszik az egész rendszerből, köze nincs hozzá az önkormányzatnak, és rosszabb esetben, mint azt megtapasztaltuk már Göd esetében, még az adóbevételt is elküldik a megyei önkormányzatnak, és láttuk itt Pest megyében, hogy a Samsung gyárból befolyó adóból lényegében Fidesz közeli civil szervezeteket támogattak gazdaságfejlesztés címszólat a pandémia időszakában. És emellett ezek a problémás jogszabályi lehetőségek mellett még az önkormányzati jogkörök is megnyírbálásra kerültek az elmúlt időszakban. Talán amit kiemelhetnénk, hogy mindenki hallott róla, az az építéshatósági jogkörök. A bevételeink csökkentek. Ugye egyrészt az iparűzési adóbevétel, vagy a gépjármű adóbevétel elvétele, ezek szintén mind súlyosan érintették az önkormányzatokat. Itt Pest megyében, mint Érd megyei jogú város polgármestere Csőzik Lászlóék egy nagyon jó kis programmal lényegében meg tudták oldani azt, hogy akkora veszteséget nem okozhatott a városnak ezek a kormányzati beavatkozások, mint amire előzetesen számítani lehetett. Talán 3/4 éve vagyok polgármester, és precízen megnéztem, hogy 2019. október 13-án mennyi volt Érd lakosság száma. Tudni kell azt, hogy a belügyminisztérium ezt úgy méri, hogy vannak az állandó lakosok, vannak az ideiglenes lakosok, tartózkodási hely, és a kettő összegéből kivonják azokat a személyeket, akik ugyan érdi állandi lakosok, de máshova vannak bejelentve ideiglenesre. Na ez a szám, ez 68 ezer valahány száz volt azon a napon. Covid egyen túl vagyunk, Covid 2 még nem kezdődik el, kegyelmi időszak, szólok a jegyzőnknek, hogy jegyző asszony, és szeretném köszönteni
jó polgármester módjára a 70 ezredik érdi lakos, mert hát most már lassan szerintem úgy közeleg, ismerve a kiköltözésnek az ütemét. Ha semmi gond, polgármester úr, Laci, fél órán belül meg lesz az adat, és hogy ki az illető. Valahogy GDPR szempontból meg lehetett ezt valahogy oldani, és akkor virágcsokor, vagy ha férfi az illető, akkor bor, stb. Jön vissza sápadtan a jegyzőnk, és mi a baj? Szóval, hát el sem merem mondani, 73.700 valahány száz a lakosság szám, de hát mondom, egy év se telt, tehát mi történt? És akkor próbáltuk megfejteni, hát valószínűleg közrejátszott persze az is, hogy a Covid miatt, ha emlékeztek rá, volt egy puffer időszak, amikor a korlátozásokat úgy oldották föl, hogy Pest megye Budapest előtt volt, körülbelül 3 hétig, hogy irtósokan bejelentkeztek azok, akik már eleve itt éltek a városba. De tény, ami tény, ha ma megnézzük, ma fölcsapjuk a nyilvántartást, akkor már 75 ezeren is túl vagyunk. Tehát mióta átvettük a város vezetését, olyan 7-8 ezerrel nőtt a lakosságszám. Elképesztő a szuburbanizációnak az üteme mértéke, megállíthatatlan. És ugye most már a folyamat nem csak úgy néz ki, hogy Budapestről özönlenek ki, jellemzően egyébként 11. kerületből, ahonnan én is jöttem, Baja után, hanem akik vidékről költöznek föl, Pestre jönnek dolgozni, azok inkább itt vásárolnak, Érd egyébként még mindig olcsóbb, jóval olcsóbb, mint mondjuk Budaörs vagy Budapest. És mire akarok ezzel kiukadni? Hát arra tudjátok, hogy az előző 30 évet, ha megnézzük, semmiféle komolyan vehető stratégia, felkészülés, koncepció nem volt arra, hogy ezzel a jelenséggel mit kezdjen a magyar állam, meg mit kezdjenek az önkormányzatok, tehát elszenvedjük az egészet, kullogunk utána. És én abban bízom, hogy ezek a közös problémák ugye most már annyira kulmináltak, annyira élére állítódott ez a dolog, hogy a következő magyar kormány erre valami jó választ kitalál. Tehát olyan stratégiák kellenek megyei szinten és központi, regionális szinten, EU szinten is, amik ezt tudják kezelni. Ugye a másik ilyen elképesztő adat, ez szintén nagyon szórakoztató lesz, hogy minek köszönhető az, hogy Érd nem állt fejre a tavalyi évben a sok-sok elvonás hatására. Bár jelzem azt, hogy egyébként kvázi csődbe mentünk tavaly tavasszal, tehát rendkívüli pénzügyminiszteri támogatásért kellett folyamodnunk, mert nem tudtuk teljesíteni az esedékes követeléseket. No, szeptemberi időszak van, 2021, egy másik munkatársam, az adócsoport vezetője, jön föl a lépcsőn loholva, füligérő szájjal. Mondom, mit történhetett? Hát ez a feltöltések időszaka, az adó feltöltések időszaka. Azt mondja, hogy polgármester úr, Laci, én nem tudom, mi történt, 7-800 millióval több van a kasszában. Megint kiköltöztek, hogy akkor nézzünk a számok mögé. Mondom, először is biztos vagy, biztos vagyok benne. Azt mondja, jó, egy részét vissza kell utalni előleg, de azért horribilis mennyiség. És ennek volt köszönhető az, hogy tavaly egyébként, ha az érdiek talán tudják, hogy ősztől kezdődően már tudtunk saját forrásból fejlesztéseket megvalósítani. Tehát útburkolásokra, járdaépítésre gondolok. Az első 8 hónapban semmi pénzünk nem volt. Tehát arra futotta, hogy a rezsit, meg a béreket kifizesse az önkormányzat. Ennyire jól kimérték, patika mérlegen kimérték azt, hogy mi az az elvonási szint, amikor még nem állsz fejre, még nincs csőd, de nem tudsz fölmutatni semmit a saját pozícióidból vagy forrásaidból. No, a magyarázatot még most sem leltük pontosan meg, de annyi történt, hogy Érden egészen eleddig 7700 volt a vállalkozások száma, és ezt követően tavaly évben valami csoda folytán, ez fölment 12000 fölé, ami egy brutális növekmény, tehát nem is tudok rá igazán jó magyarázattal szolgálni. Feltehetően az történhetett szociológiailag, hogy azok, akik kiköltöztek, hozták magukkal az egyéni vállalkozásokat, a családi BT-ket, az egyszemélyes KFT-ket és a kisebb GT-ket. Egy-két nagyobb cég is megjelent a horizonton, de még messze vagyunk attól, hogy a helyi iparűzési adóbevételünk számottevő legyen. Na, ezt csak úgy oldásképpen mondtam meg, hogy érzékeltessem azt a brutális mértékű populáció növekedés, lakosságszám növekedés, meg mindent, ami ezzel jár. És akkor innentől kezdve ez már közös. Szerintem a gyűrű agglomeráció valamennyire településére igaz probléma, hogy ezt a hihetetlen lakosságszám növekedést az önkormányzat nem tudja kiszolgálni a saját forrásaiból. Gondoljatok bele, 8-10 ezer emberre már bölcsödéket, óvodákat és egy iskolát is kellene építeni, meg fenntartani, üzemeltetni is, igen ám, de nincs miből. Nem beszélek arról, hogy megjelentek Érd útjain is a torlódások, tehát felütötték a fejét azok a jelenségek, amelyek eddig a fővárosra voltak jellemzőek, most már nálunk is vannak. Mondok egy morbidat, lassan betelik a temetőnk.
Ugye erre is gondolni kell önkormányzati szempontból, és még sorolhatnám, és mindeközben a bevételeink pici-picikét mennek előre. Tehát, hogy ebből a plusz 600 millió forintból megmarad 400, de az infláció, az energiaáremelkedés, a megnövekedett költségek elégetik a nagy részét. Meg tudjátok-e mondani nekem azt tippelni, hogy az érdi önkormányzatnak egy költségvetési évben hány millió forintja van szabad felhasználásra? Tehát azzal, amivel azt kezdünk, amit akarunk. Tehát építettünk belőle játszóteret, utakat. Tehát, hogy elmondom a könnyebbség kedvéért, 300 millió uszkve, nem több, mint 3-400 millió. Ez mit jelent mai árfolyamon? Ez körülbelül egy tervezett utcaépítést jelent, és nem többet. Na most mi ebből próbálunk meg kizsonglőrködni burkolásokat, tehát nem útépítésnek hívjuk, hanem gyakorlatilag aszfaltcsíkot terítünk az utcákra, mert porzanak az érdi utak, légszennyezettség, porszennyezés, egészségügyi ártalmak és a többi. És olyan elaggott az infrastruktúránk, hogy azt elmondani nem lehet. A Érden hatványozottan jelentkezik mindaz, ami az agglomerációban probléma. Ennek az volt a történeti oka, hogy módszeresen fittyet hánytak a város korábbi vezetői, Károlyi Imre gróf Telek Panamája óta arra, hogy akkor engedek be lakost, akkor engedem meg a betelepítéseket, hogyha azt a kísérő infrastruktúra fejlesztésével nyomon tudom követni, tehát jegyben jár a kettő egymással. Itt Érden jellemzően nem ez történt, hanem növekedett a lakosság, a hétvégi házakból lakóházak lettek, benépesültek, megállíthatatlan a folyamat, és gyakorlatilag a város ezt nem tudta lekövetni az infrastruktúrában se, és az intézményhálózatban is alig-alig. És ez az olló, ez hihetetlen szélesre nyílt, és közben meg megjelent az iparűzési adóbevétel növelési kényszer eszméletlen intenzitással. Tehát valójában, hogyha én követném a korszellemet, semmi mással nem kéne foglalkoznom, mint erőltetett iparosítással, befektetők fogadásával, hogy az az egy szem számottevő bevételünk, a HIPA, ez egyébként a társaságnak is a neve, a Nemzeti Beruházási Ügynökség, hogy az növekedjen, ez 2,5 milliárd. És akkor mondok nektek egy jól összevethető adatot. Képzeljük-e Budaörsöt, az harmad akkora, mint Érd, hát olyan 30 ezer körüli a lélekszám, nála körülbelül 10 milliárd forint évente a helyi iparűzési adó, és jól lehet, most a kormány elvon belőle jó párat, de békeidőben azt lehet mondani, hogy a harmad akkora Budaörsön, négyszer annyi a helyi iparűzési adóbevétel, mint a háromszor akkora Érdem, miközben Budaörsnek gyakorlatilag minden gondja és baja szinte megoldott, tehát minden útja szinte aszfaltos, van járda, van csapadékvízelvezető rendszer, és így tovább, és így tovább. Ezt a hihetetlen lemaradást ledolgozni, tehát elérni azt, hogy Érdnek legyen egy kőszínháza, amit megépítünk mondjuk 3 milliárdból, ugye Gregus Laci, és azt működtetjük évi 400 millióból önálló társulattal, hogy az valamit is érjen, az most egy hagymázas álom, egy utópia, és ehhez tényleg az kell, amiről Gergő, tehát főpolgármester úr beszélt, hogy végre legyen egy olyan kormányzat, amelyik partnerül szegődik, és nem elvonja ezeket a fejlesztési lehetőségeket, és akkor azzal kanyarítom le, hogy valamennyien végig szenvedtük azokat a kormányzati döntéseket, amelyeknek a kárvallotjai a magyar önkormányzatok voltak. Sehol Nyugat-Európában nem történt meg az, hogy a frontvonalban dolgozókat, a magyar önkormányzatokat gyakorlatilag partvonalra kívülről helyezték, és ellehetetlenítették azáltal, hogy a forrásokat elvonták. A leglényegesebb a gépjárműadó, főleg érdieknek. A gépjárműadó, sac per kb. 300 millió forint egy évben. Ez pont annyi, amiről beszéltem nektek az előbb, hogy rendelkezésre áll szabadon felhasználható forrásként. Ez most nincs, már két éve nincs, pedig a legigazságosabb adóforma abból a szempontból, hogy azok fizetik, akikre ráköltjük, tehát a sofőrök, az autó üzemeltetők, az autó tulajdonosok, hiszen ebből valósultak meg útépítések, stb. Stb. És akkor utána jött a felezés, ami a mi esetünkben azért volt brutális, mert Érden nincsenek nagy cégek, KKV-k vannak, az érdi iparűzési adó alanyok 99%-a kis- és középvállalkozó. Tehát megfelezték, elvették, és csak 62%-ban kompenzálták. Na most akkor ebből kellett volna főzni, miközben az ember nap mint nap átéli azt a jelenséget, hogy azt gondolják róla, hogy omnipotens, tehát minden is a polgármesterhez tartozik, hogy egy wolf, a ponyvaregényből egy probléma megoldó, és én ezt, hát mondok egy szélsőséges példát, mit tudom, szombat reggel 17:30-kor csörög a telefonom, kókadozok az ágyban, fölveszem, mondom, hogy nagy baj lehet,
Hát egy lakos, hogy ő szerintem egy kicsit illuminált állapotban volt, azt mondja, hogy ő Kanadába küldene képeslapot, és nem tudja, hogy hány forintos bélyeget ragasszon rá. És ez komoly volt. Tehát, és ilyenekből rengeteg. És ugye minél többször válaszolsz, meg a kommentekre reagálsz, ugye annál jobban, annál több és több kérdés is záporozik rá. Szóval ilyenek, ami minden napjaink, de nem panaszkodok, mert ezt nagyon szeretem csinálni, szerintem a kolléga urak is imádják ezt csinálni. Csak egy hiányzik a forrás, a kellő forrás. És akkor, hogy az ember egy kicsit szakmai is legyen, azért azt kell, hogy mondjam, hogy van körülbelül, hát minimum 4-5 olyan probléma, halmaz inkább, ami összeköt minket. Egy, milyen legyen az agglomerációs identitás, legyen-e önálló agglomerációs politika, hogy kell nézni azt, hogy egy agglomerációs város hirtelen ekkorára nő. Mi az érdiség lényege? Szóval ezekre a kérdésekre jó választ kell találni. Ugye ez a város a Dunától elnyúlik még vagy 15 kilométerre, ahol most vagyunk, az a város központja, de nem a mértani közepe. Úgy épült, mint a fecskefészek, össze-vissza rendezetlenül. Most olvasom Rajk László építésznek a memoárjait, és megemlékezik Érdről, és azt mondja, hogy a 60-as években, nem érdekes, azt mondja, hogy a 60-as években Érd volt a fiatal építész hallgatók számára az a kuriózum, ami a szabadság földjét jelentette, mert gyakorlatilag bármiféle szabályozás nélkül, meg kontroll nélkül, nyakló nélkül lehetett bármit is építeni a városban. Na most ez egyébként meg is látszik rajtunk, tehát a borzasztó állapotban van az agglomerációs építészet. Azt hiszem, hogy talán Zsámbékon kezdődött, és Szentendrén folytatódott, amikor azt mondták, hogy megállt parancsolunk ezeknek a jelenségeknek, és kitesszük a megtelt táblát. Nálunk is folyik egy diskurzus a közéletben, hogy megtelte ér, szabad-e hagyni a lakosság növekedését. Mi most erre úgy reagálunk, hogy egy új helyi építési szabályzatot alkotunk, amiben megpróbáljuk ugye keretek közé szorítani ezt. Tehát, hogy a betelepülők, a mellékutcákat, a lakóutcákat ne szedjék szét, maradjon meg valamennyire a kertvárosi karakter, de akkor ennek kapcsán föl kell tenni a kérdést, hogy hogy nézzen ki egy jó agglomerációs város? Az kertváros legyen, egy csöndes kertváros? Vagy legyen benne úgymond zömösödés, tehát sűrűsödés? Legyenek ilyen belvárosi, alközponti, sűrűsödési pontok? Mindenféle olyan funkcióval, ami megvan a fővárosban, de itt hiányzik? Gondolok itt a koncertteremre, a színházra, etc. És akkor egy másik probléma az erőltetett iparosítási kényszer. Ennek a városnak Harmad Béla volt 3 cikluson keresztül úgy a polgármestere, hogy ő nemet mondott erre. Tehát ő szembeszállt ezzel a jelenséggel, és módszeresen távol tartotta a befektetőket. Ugye legenda ma már, nem tudom, hogy igaz, de igaz valamennyire, hogy a Coca-Cola ide akart jönni hozzánk, és kapott egy piros lámpát, és így ment át, ugye, hogy van, Dunaharasztiban van a Coca-Cola, nem tudom, mekkora összegű helyi iparűzési adót fizet, Ért helyett oda. És még sorolhatnánk. De a Harmad Bélát nem csak azért kell megvédjem, mert én egy tisztességes embernek tartom és kedvelem is, bár más oldalról szolgáltuk a közjót, hanem azért, mert ugye annak idején az önkormányzati rendszer a személyi jövedelemadóra épült. Tehát az embereknek az esziája itt maradt helyben először a 100%, aztán az 50%. És bizony szerintem föl kell tenni azt a kérdést, én úgy gondolom, hogy szabad-e a helyi iparűzési adónak ebben az országban ekkora szerepet szánni, mert könnyen lehet, hogy egy kertváros, mint Érd, vagy egy zöld város, amelyik a zöld szempontokat fontosnak tartja, nem akar belekerülni ebbe a mókuskerékbe, hogy minden áron az ipartelepítés legyen a megoldás. 2-3 évvel ezelőtt az Elvira Major megvédése, ez egy csonthéjas génbanki ültetvény állami kézben van, és ipari parkot akartak belőle csinálni, összehozta az akkori ellenzéket, egy csoportba tömörített bennünket, és ma is egy szimbolikus ügy, hogy védjük ezt. Tehát, hogy oda akarok kiukadni, hogy amikor feláll remélhetőleg egy új kormány, akkor azt is meg kell, hogy nézze, hogy az önkormányzatok finanszírozási forrásai, azok hogy kell, hogy működjenek. Én nem szeretnék évi 300 millióból polgármesterkedni, mert egy kínlódás. Tehát ide, hogy érdemben föl tudjunk zárkozni, tényleg éves szinten minimum 2, de inkább 3 milliárd forint ilyen forrásra lenne szükségünk. Ugyanakkor, míg eljutunk egy 10 milliárdos iparűzési adóbevétel szintig, lásd Budaörsöt, nem tudom hány évtizednek kell eltelnie. Szóval egy kicsit bepillantást nyújtottam nektek inkább abba, hogy milyen dilemmákkal szembesülünk nap mint nap, és akkor még nem beszéltem a közlekedésről, hogy a 4-es metró meghosszabbítása valóban egy napos ige kell, hogy legyen. Szerintem egyébként a budaörsi virágpiacnál tovább kell mennie. Budaörs központ, Budaörs nyugat, Török Bálint, Érd Parkváros. Körülbelül így néz ki.
Így néz ki az a plusz 5 megálló, amit még tovább kell. És ugye, hanem a kéreg, tehát a felszíni vezetés az a töredéke, ugye kb. A nyolcada a mély vezetésnek árban, tehát nem is ördögtől való, de természetesen a szakma kell, hogy válaszoljon, viszont a politika kell, hogy benyújtsa rá az igényt. Én elmentem Vitézi Dávidhoz ezzel az ötlettel, és nem mondta azt, hogy hülyeség. Természetesen azt mondta, hogy most álljunk meg, mert örüljünk a 30-as, 40-es felújításnak, meg az S-Bank koncepciónak, de majd esetleg egy 10 év múlva vissza lehet rátérni. Szerintem előbb kéne. Na, ezzel zárom meg azzal, hogy három igazán felkészült, harcos természetű hölgyet láthattunk. Nagyon-nagyon örülök neki, mind a hármuknak nagyon drukkolok, szerintem mind a hárman nyerni fognak.